Sziasztok, én Kőszikla vagyok. Köszönöm a nézőimnek, hogy a hosszú kihagyás ellenére is követtek engem. Ezen az úton is szeretnék nektek kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánni. Valószínűleg ebben az évben már ez lesz az utolsó videóm. És ami az apropója a videónak, hogy egyrészt szeretném nektek elmondani, hogy a házvásárlási projekten túl vagyok. Tehát az sikeres, sikerült megvenni a házat. Ez a hely, ahol most vagyok, ez a házamnak a hálószobája. Ma ennyit mutatok be nektek, illetve a fűtés korszerűsítésről esik majd egy kis szó. Na, itt van ez a nagy tükör a szekrényen. Próbáltam úgy állni, hogy látszódjak a tükörben. Így néz ki a hálószobánk. És itt van a konvektor, amiről beszélünk. Ezért voltam annyira eltűnve, hogy meglegyen ez a szép ház, amit szerettem volna. Hú, ne tudjátok meg, mi mindenen mentem túl. Nem volt könnyű, kifejezetten nehéz volt. Visszajövök a tükörhöz, hogy ide dumáljak. Megpróbálok úgy állni, ne csillogjak. Meg a számot se kéne takarni, akkor vissza leülök, jó? Tehát kicsit még mesélek róla, mielőtt még a konvektoros témát elkezdeném. Hát számot ne takarja a kamera. Legalább egy évet töltöttem el vele, hogy folyton mentem házat nézegetni. Volt olyan ingatlanos, akinek még faszfej is voltam, mert nem akartam aláírni a papírt. Ők meg azt nem értették, hogy én meg nem szeretném, hogyha rólam adatot gyűjtenének, meg köteleznének mindenféle dolgokra úgy, hogy nem is akarom tőlük megvenni azt a házat. Tehát, hogyha papírt aláírjátok, akkor ugye nem kerülhetett ki az ingatlanost. De én nem az ingatlanost akartam elsősorban kikerülni, ha bár ez is állt volna szándékomba, hogyha tudom, hanem engem az zavart volna jobban inkább, hogy telefonon hívogatnak. De mint utólag kiderült, alaptalan volt a félelmem, mert egy ingatlanos se hívogatott engem. Hát gondolom látszik a vevőn, hogy csóró, és akkor ezzel nem igazán tudnak mit kezdeni. Úgyhogy nem is igen, a bajgattak. Na szóval volt egy ilyen része is. Nagyon sok rossz házat megnéztem, olyat, amire milliókat kellett volna elkölteni, és még akkor is csak valahogy kinézett volna. Míg végül megtaláltuk ezt a házat, ugye az előbb körbe mentem, láttátok, hogy ilyen a hálószobája. A többi helyisége is ilyen, nagyon jó állapotban van. Hát van hibája ennek is. Nem mesteremberek csinálták belül a burkolást például, és nagyon sok helyen el van törve a csempe. Nem hibátlan, nem teljesen kifogástalan. És hát ugye nem modern az épület, mert most 33 éves, viszont nem vályokból van. Nagyon sok vályokházat megnéztem. És a végén abban maradtunk, hogy vályokházat nem veszünk, mert az hát enyhén szólva is nem felel meg a korszerűségnek, hogy így mondjam összefoglalva, hogy mi mindennek nem felel meg a vályok. Egy vályokházban azért, hogyha van egy csőtörés, ott leomlik egy komplet, mit tudom én, fürdőszoba fal, más YouTube-os már csinált ilyen videót, tehát nem akarok vályogot. És akkor végül is abban maradtunk, hogy vagy rendes nagyméretű téglából, vagy szilikátból épült házat kéne venni, és olyat, amire nem kell sokat költeni, és ne is legyen drága. Na hát ilyet Egerben nem találtunk, meg Eger környékén sem, mert ha ilyen házat akartunk volna venni, Eger környékén az nagyon drága lett volna, úgyhogy most már bejárós vagyok, nem vagyok egri. És sikerült találnunk jó áron házat. Na ez is egy olyan pont, ami nem témája a videoblogomnak, hogy mennyiért vettem, meg hogyan vettem, ez nem tartozik a nézőközönségemre, úgyhogy erről ne is kérdezzetek, nem fogom mondani.
Viszont, ami talán hasznos nektek is, és egy kicsit talán kötődik a permakultúrához, ha már másban nem is, de annyiba, hogy lehetőségekhez képest ne pazaroljunk energiát, próbáljunk meg olyan kevés energia felhasználásával érdekelni, amennyire csak lehet. Na hát, amikor itt eltöltöttük az első pár éjszakát ebben a házban, ugye azt vettük észre, hogy éjszaka vagy fázunk, vagy melegünk van. És ez abból adódik, hogy ugye itt gázkonvektor van, ugyanolyan, mint nekem az EGRI panelemben, és hát én ott már ugye évek óta megszoktam, hogy beállítom mondjuk egy 4-es fokozatra télen a konvektort, amikor nagyon fűteni kell, és 4-es fokozaton kellemes meleg van. Csak hogy amit én könnyen megteszek egy panelba, azt egy családi házban nem. És azért nem, mert a panelba vannak alulról szomszédaid, oldalról szomszédaid, és hogyha egy kis kiegyenlítetlenség van a hőmérsékletben, tehát hogyha kívülről megváltozik a hőmérséklet, a ház egy kicsit több energiát veszít, de ez nem csinál olyan nagy változást, mint hogyha egy családi házban laksz. És a családi házban például ugye nincsenek szomszédaid, nincsenek környező helyiségek vagy szomszédok, akik fűtsenek rád, hogyha itt beállítod a 4-est, egy hidegebb napon hajnalba fázni fogsz, és ugyanúgy macera, föl kell kelni a gázkonvektorhoz, egy kicsit oda tekerni neki, mert befagy a valagad. És akkor nem tudsz nyugodtan aludni. Akkor következő este azt hinnéd, hogy jó lesz az 5-ös fokozat, jön egy melegfront, egy kicsit enyhébb az idő, és hajnalra azt veszed észre, hogy a melleden meg van izzadva a póló, és akkor csak nem bírsz rendesen aludni, csak nem bírsz rendesen aludni, mondom, mit lehetne már csinálni. És néztem Tanya Channelnek a videóját, amiben konnektort, a termosztátos konnektort mutatja be, hogyha van egy kis helyiséged, amit olajradiátorral, elektromos árammal tudsz fűteni, hogy ott is ugye az a baja az olajradiátorral, hogy neki a saját termosztátja, az nem szabályoz olyan jól, viszont hogyha olyan konnektort szerelsz föl, ami termosztátos, és ugye a helyiségben méri valahol a konvektortól, illetve az olajradiátortól távol eső helyen méri neked a hőmérsékletet, akkor azért az úgy elég pontosan be tudod állítani, hogy 22 fok legyen, és ne 30, meg ne 18. És akkor gondolkoztam rajta, hogy vajon gázkonvektorhoz van-e ilyen megoldás. És addig turkáltam a neten, amíg találtam, és ez most nem reklám, nem fizetnek nekem érte semmit, én csak a tapasztalataimat szeretném megosztani egy olyan kütyűről, ami nekem nagyon bevált és szeretem, ezért merem nektek nyugodtan ajánlani, mert most már hát jó ideje használjuk, közel egy hónapja használjuk, és nincs ilyen problémánk, hogy este nagyon meleg lenne, vagy nagyon hideg lenne. Úgy hívják ezt a kütyűt, hogy Convect Pro, és azt csinálja, hogy a gázos konvektoroknak, hát itt Magyarországon ugye ez a féges, ebből van sok, de egyébként a más típusoknak is hasonlít a hátulján a hőmérséklet érzékelésre szolgáló kis rész kapszulája, nevezzük kapszulának, ez egy kis rész csövecske, és ugye van benne valamilyen gáz, és ennek a tágulását érzi a konvektor. És ugye, hogyha hideg van, akkor a gáz összehúzódik, és akkor bekapcsol a konvektor, ha pedig felmelegedett a szoba és kitágul benne a gáz ebben a kis rész csövecskében, akkor ugye leállítja a fűtést, hogy ne fűtsön tovább, csak ez az, ami nem szabályoz pontosan. Ez, amit én vettem, ez a Convect Pro. Megmutatom nektek. Így néz ki a szobai termosztátora. Ez le van rakva ide nekem az ágy mellé a fejemhez. És van rajta két nagy gomb, ezzel lehet, hát plusz-minusz gomb, ugye ezzel tudod az értékeket föl letekerni, de itt a beállításhoz van egy kis ajtó, amit még le lehet nyitni, és hát itt lehet elvégezni a beállítását. Ez, ami nekem van, ez egy rádiós. A rádiósat olyan helyre ajánlják, ahol kész épületbe akarsz fűtést korszerűsíteni.
Azért, mert ugye nem akarsz vezetéket bevésni a falba. Van belőle vezetékes is, amit fel tudsz tenni a falra, és ugye, hogyha a házat építed, és eleve ilyennel építed, akkor ugye a vezetéket nyilván a falba fogod elhúzni. Az az olcsóbb. Ez a rádiós, ez egy kicsit drágább, és van wifi-s is belőle, ami meg hát olyan, mint az okos óra, hogy van neki egy honlapja, és igazából oda küldi ki az adatokat, és okos telefonon keresztül, okos alkalmazással tudod kapcsolgatni a szobában a hőmérsékletet. Ugye az a legfejlettebb változat, az a legdrágább is, de az már például tud olyat, legyen a számba a kamera, ugye, hogyha mondjuk dolgozóból nem hazamész, hanem valami programod akad, akkor a szokásos napi beállítást felül tudod írni, és az üres lakásodat, házadat nem fogja felfűteni a konvektor fölöslegesen, és ugye minden alkalommal, amikor a fölösleges fűtéseket el tudod kerülni, akkor pénzt takarítasz meg. Hát a honlapon azt írják, hogy már az első évben megtakarítja az árát, nem tudom még nektek ezt elmondani, ilyen tapasztalatom nincsen és nem is lesz, azt hiszem, mert ugye el kellett volna hozzá tölteni egy évet ilyen modernizálás nélkül, hogy a rákövetkező évet a modernizálás után összetudjam hasonlítani a két évnek az értékeit, hogy mennyivel kevesebb gázt fogyasztok, de ugye ahogy mondtam, engem az bosszantott, hogy nem lehetett egy jót aludni, mert vagy nagyon hideg volt, vagy nagyon meleg volt, akármire állítottad a konvektort álligatni, és akkor végül is én nem miatt vettem meg, csak ebbe a hálószobába kipróbálni. És hát most már ott tartunk, ugye, hogy be van állítva a program a termosztáton, és nekem semmit nem kell vele csinálni. Látjátok, hogy 18,5 fokra van most felfűtve a hálószoba, most megy rajta a kettes program, ami azt mondja, ugye, hogy 18 fokra tartsa a szobát felfűtve. Ez a délutáni program, innen fog majd felfűteni 22,5 fokra. Na, ha már kezemben van, akkor ugye nézzünk bele a programokba is. Igen, vasárnap van. Egyébként a dátumot csak annyira kezeli, hogy a hét napjai. Vasárnap, és akkor oda tekerek nektek, hogy 6 programot lehet beállítani egy napra, és akkor nullával kezdődik mindig éjféltől. Hát logikailag ez így van kitalálva a kütyű. Hát ugye éjféltől, amikor alszunk, 22,5 fok van beállítva, akkor a következő program az egyes, az reggel 9 órától van, amikor is hát lekapcsolja gyakorlatilag a fűtést, és 12 fokig hagyja leesni a szoba hőmérsékletét, ha lehűl addig. Egyébként annyira nem hűl azért le, de mivel hogy az van beállítva, hát rendesen lehűl a szoba. Na most ugye vissza, nem nyomtam sokáig a gombot, és visszakapcsolt arra képernyőre, ahol éppen vagyunk, tehát jelenbe. Na 12, és akkor a következő délután 4 órától ugye elkezdjük a szobát fölfűteni, mert ahhoz idő kell azért, hogy bemelegedjen a szoba. És akkor valójában itt kapcsol be a fűtés, a kettes programnál felfűt 18-ra. Azt hiszem, hogy itt vagyunk most is, nem, már a 3-as programon vagyunk. 2, 3. Hogy van? Jól mondom? 0, igen, 1-es 12-re, 2-es 18-ra, igen, és a 3-as az már 22,5-re. Tehát 7 órakor már bekapcsolja a konvektort annyira, hogy fűtsön fel 22,5-re, tehát arra a hőmérsékletre, amiben majd jó lesz aludni. Ezt a helyiséget ugye hálószoba azért ilyenre állítottuk, mert itt igazából csak aludni jövünk be. Tehát a nap többi részében nem használjuk. És ezért például rossz, hogyha ilyet készüléket mondjuk nem használsz, mert akkor reggel mindig le kell tekerni a gázt. Ha nem tekered le, akkor ugye egész nap megy a gáz, és akkor abból lesz egy jó kis kidobott pénz. Itt van egy ikon egyébként, amit mutatja, hogy bekapcsolta
a fűtés. A kezemtől melegszik egyébként a termosztát, tehát nem, nincs még hirtelen 19 fok, csak annyira érzékeny, hogyha a kezembe veszem, akkor melegszik. És ugye most mennyi az idő? A 7 óra? És akkor most kapcsolt be pont a 3-as program. Mekkora mákom van már, hogy ezt be tudom nektek mutatni? Igen, 7 órától van a 3-as. Tehát idáig volt 18 fok, és akkor ugye megy a 3-as program, ami 22 is félremelegít föl. És ugye ezért mutatja itt a bal alsó sarokban a fűtés ikont, hogy be fogja indítani a konvektort, mindjárt visszavált a főképernyőre. Igen, ez már főképernyő. Tehát, hogy a fűtés ikon megjelenik. És már hallom is a konvektort, hogy elkezdett pattogni. Vezérli, ugye, hogy fűtsön a konvektor, és akkor megyünk oda. Van itt egy konnektor a konvektor mellett, mert hogy kapcsolok egy kis villanyt, hogy jobban lássatok. Van itt egy konnektor, és ennek a vezeték nélkülinek mind a két egység a konnektoros. Van maga a Convect Pro, ez a baloldali kis doboz. Ez az, amiben a konvektornak a hátuljából ki kell szedni ezt a kis részcsövet. Nincsen csavarozva meg semmi, csak egy kis tartója van. Abból, hogyha kiakasztod, ezt a nagyon vékony részcsövet kell kiegyengetni szépen annyira, hogy a konvektortól távol tudja tenni, hogy magának a konvektornak a melege ne zavarja a, ugye az elektronikának, magának ennek a rendszernek a működését. És ebben a kis dobozban van egy kis egység, ami egy, gondolom, egy pici ellenállással fűti ezt a kis rész kis csövet, ampullát, vagy tubust, tök mindegy, minek nevezzük. És akkor ugye elkezd melegedni benne a gáz, és akkor úgy kapcsol ki. Tehát amikor felfűti, hogy azt higgye a konvektor, hogy meleg van, akkor kikapcsol. Most a kék jelzés világít, ez azt jelenti, hogy fűteni akarunk, tehát ennek a kis részcsőnek a fűtését abba hagyta, ez a kék jelzés. Lehűl benne a gáz, és a konvektor azt hiszi, hogy hideg van. És a konvektor pedig elkezd most egészen addig fűteni, amíg az asztalon a termosztát azt nem érzi, hogy fel van fűtve a szoba megfelelő hőmérsékletre. Amikor ez megtörténik, akkor itt a sárga LED gyullad ki, ami ugye fűtést jelenti, olyankor felfűti a kis résztubust, a gáz ugye kitágul, és akkor a konvektor azt hiszi, hogy felfűtötte a szobát, ami valóban úgy is van, és akkor kikapcsol. Csak ugye innentől már nem a konvektor szabályoz, hanem az elektronika. Van itt mellette egy kis rádiós vevőegysége. Ez veszi a termosztátortól jövő jeleket, hogy most hűtsön vagy fűtsön. Hát ezen ugye itt villognak mindenféle ledek, illetve világítanak, ami hát éjszaka én nem szeretem. Lehet, hogy majd le lesznek ragasztva idővel, hogy még ez se világítson. De most, amíg még új a rendszer, ugye jó így, hogy tud az ember tájékozódni, és hűt, csinálja rendesen, de ha már itt túl vagyunk az első csodán, mint amikor leülsz a vadi új mosógép mellé, és felültöltőset veszel, és még csak azt se látod, hogy a ruha hogy forog benne körbe-körbe, de azért megnézed az első mosásnál, hogy reszket a mosógép, miközben centrizik, meg végigülött, na hát én ilyen hülyeséget csináltam az első mosógépnél, és ugye hát ennek is még most megvan a varázsa, de biztos, hogy le fogom ragasztani a ledeket, mert ennek a pici lednek éjszaka nagyon erős fénye van. És ebből következik ugye a hibája is a rendszernek, hogy elektromos árammal működik. Ugye, hogyha áramszünet van, akkor a Convect Pro nem tudja fűteni a tubust. Vagyis azt jelzi a konvektornak, hogy hideg van, és hogy kapcsoljon be a konvektor. És ilyen állapotában a konvektor nem is fog kikapcsolni. Tehát ez a tubus akkor fog majd csak megállt jelezni a konvektornak, amikor itt már lesz vagy 35 fok. Tehát hogyha nagyon olyan az elektromos hálózat, ahová telepíteni kell az eszközt, ahol bizonytalan az elektromos hálózat, előfordulnak gyakran áramszünetek, egyébként egy 1-2 órás áramszünet nem okoz nagy gondot neki. Tehát 10 perces lépésekben kezeli egyébként az időt is,
Mert ugye, hogy ennek a gáznak viszonylag hosszú időre van azért szükség, hogy összehúzódjon, meg kitáguljon. És egy rövid áramszünet, áramingás például nem okoz problémát, de hogyha órákig nincsen áram, akkor előfordulhat, hogy akkor a konvektor beindul, és akkor fűt, mint az állat. De ugye legrosszabb esetben is csak annyi történik, hogy hát fölöslegesen fűtöttél az áramszünet idején. És ugye ennek megfelelően a konvektor úgy van beállítva, hogy fel van tekerve majdnem maximumra. Itt ugye nálunk ez most 6-os fokozat, hogyha felülről nézzük a gombot. És ugye ezen a fokozaton viszonylag gyorsan felfűti a szobát, hogyha fűteni kell, és amikor meg elérjük a megfelelő hőmérsékletet, akkor ugye a rendszer kikapcsol. Na hát úgy, nagyjából ennyi a Convect Pro, és hát üzenem a nézőimnek, hogyha ha már idáig kitartottak mellettem és nem iratkoztak le, akkor ne tegyék ezután sem, mert a videózást nem hagyom abba. Csak hát ugye mindenkinek vannak az életében nehezebb időszakok, nekem ez a házvétel volt ilyen, és már most ezen túl vagyok. Viszont most tél van, úgyhogy kertész videókat ugye nem tudok mutatni, méhészeket sem. Talán majd egy méh kopogtatást megcsinálunk a napokban, kimegyek, és egy kicsit beszélek a méhecskékről, hogy hol tartanak, mert akik a méhek miatt követnek, biztos, hogy őket nagyon érdekli ez a dolog, úgyhogy egy ilyet majd mostanában megejtünk. És hát tavasztól pedig majd indul a kerti munka, és akkor lesznek újra kertészes videók. Hát ugye az első évnek a nehézsége, leülök már vissza, hogy ne világítson nekem bele a lámpa a képembe, ne ragyogjon itt a glória. Na, hát ugye az első év nehézsége az most például az, hogy ugye legelőször kerítést kellett csinálnunk, mert van két kutyánk. És amíg a kerítés kész nem volt, nem akartam, hogy szántsák a kerteket, pedig most itt helyben, meg ugye mindenhol ősszel ennek volt az ideje. Na most ezen az időn már túl vagyunk, mert hogy megfagyott a föld, ráesett a hó, most ugye karácsony táján jött az enyhülés, sár is lett, úgyhogy azt mondták a traktorosok, nem tudom, egy vagy kettő lett megkérdezve, hogy már most nem szántanak, meg ugye ők úgy mennek csak szántani, hogy egyszerre több kertet szerveznek, és akkor egy nap, mit tudom én, felszánt mondjuk 5 kertet, és akkor azzal úgy elmegy a napja, de olyat nem csinál, hogy egy kertért kijön és felszántja. Úgyhogy, ha lesz még ezen a télen, akár januárban olyan időszak, amikor tud szántani a traktoros, mert nem lesz a föld megfagyva, illetve nem lesz sáros, akkor az első évben meg akarom szántatni. Tudom, hogy nem permakultúra, de nem akarok nagyon hadakozni a gyommal, meg nem akarom fölásni sem, meg az egy hosszabb folyamat, amikor a gyulaiván féle televény földet megcsinálod. Itt, ahol most vagyok, azért viszonylag könnyebben fogok tudni szerezni trágyát is, meg szalmát is, tehát fogok tudni csinálni olyan kertet, célom is lenne, illetve mostanában láttam egy olyan videót, majd szerintem az én permakultúrámon megosztom nektek ezt a videót, hogy meg tudjátok nézni. Egy angol nyelvű videó, nem tudom melyik országban, annyira nem nézegettem tehát nem hallgattam végig a szöveget, hanem csak beletekergettem, megnézegettem, és van egy Jürge, aki mozgatható villanypásztorban tart egy pár darab csirkét, meg két sertést. És ez nekem nagyon tetszik, én ezt szerintem meg tudnám így csinálni. És ami nagyon tetszett ebben az állatoknak ebben a tartás módjában az, hogy miközben így egy helyen tartod őket a villanypásztorral, ugye oda, tehát hogy oda vannak telepítve egy kis négyzet alakú területre, hát ők ott elég jól felkapirgálják a földet, meg elbánnak a fűvel is, meg is lazítják a föld tetejét, meg is trágyázzák, és hogy viszonylag rövid idő alatt ott olyanra csinálják a földet, hogy abba már lehetne is vetni. És gondolkozok rajta, hogyha
ez a szántásos dolog nem sikerül, akkor tavasszal megpróbálkozok ezzel egyből. Tehát, hogy veszek egy pár darab pipit, egy kucut, és akkor egy villanypásztor, ugye nekik az etető itatójukra kell költeni, meg a szálláshelyükre a villanypásztoron belül. És ugye ez az egész, ez mozgatható, és meg tudom azt csinálni, hogy amikor egy ilyen kis négyzetet, amit körbeér a villanypásztor, feldolgoztak, úgymond, tehát, hogy megdolgozták a talajnak a felső rétegét, és amikor azt mondom, hogy ez kész van, akkor lehet őket telepíteni odébb mindig friss gyepre, és hogyha pipi és kucu elvégezte a dolgát, és ne egy Isten nem tudok nekik elég területet adni, de szerintem van, mert nagy a kert, 1470, valami ilyesmi, 1400 és 1500 négyzetméter közötti a telek terület, és nagyon nagy a kert. Nem tudom, hogy ilyen szabadtartásban, hogy hány ilyen négyzet, hány ilyen költözése elég a kertnek az a része, amit kertnek szánnék, majd ez ugye menet közben derül ki, de hogyha kevés a kert, akkor még ugye mindig ott a lehetőség, hogy az állatokat levágom, és akkor utána a húsát is ugye el lehet fogyasztani. Tehát megvan az a hasznosítás az állatoknak, hogy a földet is megművelik, hát olyan szinten ugye, ha ezt nevezhetjük megművelésnek, ahogy az állatok ezt ugye feltúrják, felkapirgálják, a húsukat is hasznosítjuk, és ugye a zöldségeket is, amiket majd ott fogok termelni. Úgyhogy ez a terv. Szurkoljatok nekem, hogy sikerüljön, és hát tavasztól várhatóan indul a munka, a kertészkedés. Na, köszönöm a megtekintést, mára ennyi, sziasztok!